Krisna. Nagyon örülök, hogy én is itt lehetek az esküvőjükön, Szubhambu Prabhupádnak és Jánnak Ánakazinak. Ez egy nagyon jó és nagyon szép alkalom arra, hogy egy örök hűséget fognak esküdni egymásnak. És ez a házassági ceremónia, hogy Ráda Ragya fogunk beszélt arról, hogy mi megtanuljuk kifejezni a tiszteletünket a másik személy iránt, mert ez nagyon fontos. Minden kapcsolatnak az eszenciája a tisztelet, hogy tiszteljük a másik személyt. Legyen ez bár házasság, vagy barátság, vagy bármilyen családi kapcsolat. És a tiszteletnek az alapvető elve az odafigyelés, hogy odafigyelek a másik személyre, odafigyelek a másik személynek a szükségleteire, és próbálom azt, amennyire csak a lehetőségemből telik, amennyire csak az erőből telik, szolgálni ezt. Srila Rupa Goszvámi, az egyik lelki tanítómesterünk a tanítványi láncolatunkban, írt egy könyvet. Ennek a könyvnek a címe az Odaadás nektárja. Ezt úgy is lehetne fordítani, mint a szeretet tudománya. Hogy valaki megtanulja, hogy hogyan lehet szeretni a legfelsőbb személyt, de ezzel együtt meg tudjuk tanulni azt is, hogy hogyan tudjuk mindenki mást is szeretni. És ő mondja, hogy egy szeretetteli kapcsolatban van két személy. Az egyik a szeretet tárgya, és a másik pedig a szeretet menedéke. Szeretet tárgya az, aki szeretve van, és a szeretet menedéke az, aki szeret. És a szeretet menedéke, ő próbálja kifejezni az a szeretetét, a szolgáltatást a másik személy felé. És ez viszonozva ugyanígy történik. Tehát, hogy a másik személy pedig próbálja viszont szeretni ezt az első személyt. A házasság az gyakorlatilag arról szól, hogy megtanuljuk ezt a leckét, hogy hogyan kell önzetlenül szeretni. A házasság egy oktatási intézmény. Valaki esetleg házas itt a jelenlévők közül? És tanult már mindenki egy néhány leckét a házasságban, hogy hogyan kell odafigyelni a másik személyre? Ugye gyakorlatilag mi oktatva vagyunk. Oktatva vagyunk arra, hogy hogyan kell alázatosnak lenni, hogyan kell türelmesnek lenni, hogyan kell elfogadni a másik személyt, hogyan kell segíteni a másik személyt. És amikor megtanuljuk ezeket a leckéket a gyakorlatban, és mindenki tudja alkalmazni egyből a gyakorlatban. Hogyha megtanuljuk ezeket a leckéket, akkor a házasság az harmonikus lesz. Hogyha nem tanuljuk meg, akkor a házasság mutatja azt nekünk, hogy mi az, amire még szükségünk van. Szeretnék egy történetet elmesélni ezzel kapcsolatban. Volt egy férfi, aki szeretett volna fizetésemelést kapni a főnökétől. És már hosszú hetek óta készült rá, mondta a feleségének, hogy be fogok menni a főnökömhöz, és fogok tőle fizetésemelést kérni. És akkor a felesége ezt többször meghallgatta. És végül az egyik nap elhatározta, hogy ma bemegy a főnökéhez, és kérni fog tőle fizetésemelést. És a felesége bátorította, hogy igen, tegye meg ezt a lépést. Bement a munkahelyére, és ott volt a főnökével, de ez egy nagyon visszafogott személy volt, nagyon tartózkodó személy volt, és nem volt neki olyan könnyű ezt a kérést úgy előterjesztenie. És már eltelt a délelőtt, és még mindig nem kért el, nem beszélt a főnökével. És már a délután is kezdett elmúlni, és akkor összeszedte a bátorságát, és oda ment a főnökéhez, és mondta neki, hogy szeretnék egy pár percet beszélni veled. És leültek a főnökével, és előterjesztette a kérését, hogy szeretnék egy kis fizetésemelést, és kérlek, segíts ebbe nekem. És megbeszélték a főnökével, és a főnök beleegyezett. Nagyon örült, majd kiugrott a bőréből, hogy ez sikerült, hogy a főnök ezt jóvá hagyta. És amikor ment haza, és kinyitotta a lakásnak az ajtaját, akkor látta, hogy egy megterített asztal várja. Gyertyák égnek az asztalon, nagyon szépen meg van terítve, különféle csemegék, ételek vannak az asztalon, és a felesége nagyon szépen felöltözött, és várja őt. És bement egyből, nem értette, hogy
hogy hogy történt ez, honnan tudta a felesége azt, hogy megkapta a fizetésemelést. Bement hozzá a konyhába, megölelte, és elmondta neki a jó hírt, hogy képzeld, drágám, akkor sikerült, és megkaptam ezt a fizetésemelést. És akkor a felesége leültette az asztalhoz, és az asztalon talált egy kártyát. És erre a kártyára az volt írva, hogy drágám, én tudtam, hogy ez sikerülni fog neked. Tudtam, hogy te érdemes vagy arra, hogy ezt megkap, és ez, amit itt látsz, ez a szépen megterített asztal, a gyertya, a nagyon finom csemegék, a lakom, amit én készítettem, az gyakorlatilag mind az én szeretetem kifejezése, hogy mennyire szeretett téged. És a férj az nagyon boldog volt, nagyon elégedett volt, leült, és a felesége egymás után akkor szolgálta fel neki a preparációkat, egyiket a másik után. És amikor hozta az édességet, akkor a ruhájának a zsebéből egy kártya kiesett a földre. És hogy visszament a felesége a konyhába, akkor felvette és megnézte a kártyát, hogy mi van arra a kártyára írva. És arra a kártyára az volt írva, hogy drágám, sajnálom, hogy nem kaptad meg a fizetésemelést, de én tudom, hogy te sokkal többet érdemelsz ennél, és amit itt látsz, a megterített asztal, a csemegék, a lakoma, a gyertya, ez mind az én szeretetem kifejeződése a számodra, hogy mennyire szeretlek téged. És amikor ezt a férfi elolvasta, akkor elsírta magát, hogy a felesége mennyire feltétel nélkül szereti őt. És gyakorlatilag mindannyiunknak erre van szükségünk, hogy feltétel nélkül szeressenek bennünket. Nem azért, amit csinálunk, hanem azért, amit vagyunk. És lehet, hogy nagyon sok nehézség van a világban. Mindannyiunk tapasztalunk hullámhegyeket, hullámvölgyeket, és szükségünk van olyan kapcsolatokra, olyan személyekre, akik feltétel nélkül szeretnek bennünket. Akik még, hogyha nem is vagyunk mindig sikeresek, nem is minden úgy történik, ahogy mi szeretnénk, de kitartanak mellettünk, és támogatnak bennünket, még akkor is, amikor vannak ezek a hullámhegyek és hullámvölgyek. És kívánom, mint Sundar Gopal Prabhunak, mint Shyamala Támatajinak, hogy ilyen legyen a kapcsolatuk, hogy akkor feltétel nélkül tudják szeretni egymást, mert a házasság gyakorlatilag erre készít fel bennünket, hogy megtanuljuk a feltétel nélküli szeretetet. Ugye itt vagyunk Krisna völgyben, és Krisna völgy gyakorlatilag a lelki világnak a nagykövetsége, és a lelki világban ez a feltétel nélküli szeretet uralkodik. És nekünk itt ezt meg kell tanulnunk. Azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy azért mindannyiunknak kell még ehhez tanulnunk, még nem vagyunk pont ott, még szükséges ehhez egy kis felkészülés, és a házasság az felkészít bennünket arra, hogyha megtanuljuk ezt a leckét, hogy tudunk feltétel nélkül szeretni, és tudjuk támogatni a másik szemét, akkor gyakorlatilag kinyílik a lelki világ kapuja, és mi is el tudjuk ott foglalni a helyünket, és vissza tudunk menni a lelki világba. Úgyhogy ez az én vágyam, hogy akkor ez nekik is sikerüljön, hogy megtanulják és alkalmazzák ezt a feltétel nélküli szeretetet, és akkor vissza tudjanak menni a lelki világba Sisi Lázsa Sámaszundarhoz. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Hare Krishna!